Mutogassál, mert videóval is leveszem. Mára út, ahol megsebesült, melyik útalban mutatom. Az útalban voltam. Ezek voltak a laktanyák. A magyar király honvéd laktanyák. És ebben az útalban ott egy kicsi kopasság látszik. De attól arra felé sebesültem. Hol lőtték meg? Elvitték az oroszok, úgy sérültál, mint én? Nem. Ahhoz bément a golyó? Bément, s hátul kiment a lapaszkát. Nem csonkáz a lapaszkát, mert elszakasztottam. És itt voltak a harcok, s akkor sebesültem meg. És úgy sebesültem meg, hogy egy bokortövében voltam B-fekében, és onnan tüzeltem árafelé, hogy odaszatni. És akkor volt egy bodoki szakaszvezető, a felesége Szent Iváni, de elszalmaztak Magyarországba, és bodoki volt, és mondom szakaszvezető úr, figyelje meg, hogy honnan lőnek, mert nem tudok a bokorból kiszökni, mert mind a lábamhoz várt a golyó, ahogy innen célzott. Nappal volt. És akkor, ahogy a szakaszvezető figyelt, hogy honnan lőnek át. Kovács Feri, az Szent Iványi, az is most Brassóban lakik. Úgy hittem, hogy Márton Feri. Nagybátyám neki. És azt mondja, hogy Pisto, én tartom a tüzet, és te vedd a nagyfának az irányt, és ott foglalj tüzelőállást. Na, én onnan a bokorból kiszedtem, a szakaszvezető figyelte, hogy honnan lőnek. Én a bokorból kiszedtem, mikor így a fának a tövéhez akartam levágódni, hogy vegyem a tüzelőállást. Majd bevágott, gátán. Érted, azonnal megsebesültem. Na, akkor Feri Kovács megfogta a lábamot, és onnan húzott ki. A tűzből, a nagy tűzből húzott ki. Mi tudtuk azt, hogy az oroszoknak az volt a szokásik, hogy a hátunk megint veredtek az aknába, hogy vissza ne tudj menni. No. És akkor azt is tudtuk, hogy az akna, hova lecsapott, oda még egyszer, nem csak vissza, mert ahogy kilőnek, az álmosztunk, érted? Na, és aknalikról, Feri húzott ki, egy kilométert ott húzott hátra. Na, és akkor aztán a hátizsákunkban volt ilyen sebkötöző csomó. Egyet ide rejött egy hátul, egyet elő, és a tartalék indult, és volt azt távosított, és ide kötte. Na, akkor úgy vitt azonnal zárkon, oda kivoltok Szent Martonból a szekerek vezényelve. Innen a sebesültet, ahol szedték egyszer, és a szekerekkel szállítottak a Csíkszentmartonból, Dergyó Szent Miklósra, ott volt egy nagy iskolás, az volt ártó, kórháznak ártó délrendez. Na, így kerültem aztán oda, és Csíkszeredába, és akkor onnan Debrecenbe, és Debrecenbe mindent az oroszok lettem tudni. És ott fogtak el a Debrecenbe? Nem, hanem ott fogtak el, hogy pápám voltam 3 hónapot a kórházban, amíg felgyógyultam. Az oroszok bevették Pestig, érted? Akkor a debreceni kórháznak kellett átköltözni Ausztriába, érted? Na, akkor ott történt, hogy volt egy ilyen kicsike fiatal gimnázista leánka, egyetemista leánka, de őket nem engedték haza, az egyetemet megszüntették, és beosztották sebesült gondozónak az egyetemistának. Na, és az egy fai leánka volt, hát az osztályán én voltam, 18 éves. Na, és úgy, mind a fiatal, össze barátkoztunk, ezt ismertettünk. Többi mind öreg volt. Segítettem neki, hagynak a cserél. Ételt voltam kiosztani, mert ugye itt volt csak salábbal, és tudtam mozogni. Na, akkor, ahogy
a kórház megkapta a parancsot, hogy Ausztriába át kell költözni. Azt mondta Tanginak, hitta Pista, az orvosunkról elintézem, hogy gyere velünk, téveszen a kórház személyzete közé, és jössz velünk. És mondta Tanginak, intézel meg Magyarországnak a határát, nem létem át. Én nem megkeresztünk Ausztriába és Németországba. Akkor a főorvos az ezredes volt. Akkor Angi Bénet megmondta neki, behívott az irodája. Azt mondja, hogy ne azt mondja, öcsém, Anginak az a kívánság, hogy vegyelek be ide. A személyzet közé is jössz velünk. Ha mi meghalunk, te is meghalsz. Hogy az ezredes urala, én nem meg a magyar határon keresztül.